Szia Fatima, bejöttünk az öltöződbe. Mit csináltok éppen? Éppen a sminkhez fogok hozzákezdeni, már minden én, hanem a sminkesem. Semmi szükségre, úgy nézel ki, hogy más sminkben lennél. Ó, köszönöm. Igen, bevallom őszintén neked, hogy reggel dobtam egy gyors sminket, hogy kicsit emberi formát öltsek. És az előző adás óta, hogy készülsz, vagy készülsz egyáltalán valahogy? Abszolút készültem. Lekerült a sapka, fölkerült a piros kesztyű, és hát így a zenében is egy picit sokkal dinamikusabb lett a történet, mármint úgy értem, hogy így a vokalistáknak lett egy szőnyeg a részük alá, ami megerősíti a dalt picit. Tehát akkor látható változás lesz a dalban tulajdonképpen. És hallható. És hallható, igen, igen. Az öltözőről még mesélj egy kicsit, mert itt viszonylag nagy rend van a többiekhez képest, mert ott így te megnyomor, stb. Itt viszont rendőrkodik. Így most kezdtünk összepakolni valamennyire. Akkor jöttünk. Így van. Igazából az az én részem, és hát így konkrétan mindenki pakol, mindenki öltözik, ahol tud, mert hogy ketten vagyunk a Vastag Tomi, és a mi csapatunk is ott is vannak vokalisták, és nálunk is vannak vokalisták, úgyhogy... Róluk mondasz egy pár szót a vokalistáidról, vagy a csapatról? Igen, Molnár Gábor vezetésével két gyönyörű lány van velünk a színpadon. Nagyon kezdünk összecsiszolódni egyébként. Először úgy gondoltam, hogy elég nehéz nekem is, meg nekik is, hogy így nem ismertük egymást a lányokkal, hogy így egy picit így össze kellett így csiszolódnunk, ahogy ezt említettem, és teljesen jó, nagyon jól érzem velük magam, jó kis ügyesek. Úgyhogy... A rajongóitól milyen visszajelzés kapta, ugye tovább jutottak, mert hogy nézői szavazata jutottál a középdöntőbe, de azért gondolom, van valami visszajelzés, hogy ügyes voltál, vagy valamint változtatni kéne. Abszolút, meg is lepődtem rajta, hogy én egy picit kevesebbnek éreztem magam, ami mára megváltozott, és nagyon jó visszajelzéseket kaptam. Persze volt egy-két negatív, amiből lehet tanulni is, hogy miben kell kicsit erősebbnek lenni, miben nem, de jó volt, abszolút jó volt. Teljesen meg voltam vele elégedve. Akkor hagyjunk, hogy sminkbe tudjál ülni, és meg tudják csinálni. Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok!